Parancsoljon, alelnök asszony, jön a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, a kormány tetteivel rendre kiszolgálja a globalisták érdekeit. Így volt ez a Covid idején, amikor értelmetlen lezárásokat eszközöltek, vagy éppen az oltásokat erőltették rá az emberekre zsarolással, és ennek Magyarországon a mai napig nincs következménye, pedig Nyugat-Európában számos példát látunk arra, hogy ezt nem hagyták szó nélkül az emberek. A briteknél kártérítési perek tömege indult meg, Németországban az állam vállalja a felelősséget az oltások okozta egészségkárosodás miatt, Olaszországban pedig egyenesen nyomozás folyik, a római főügyészség nyomoz az egykori egészségügyi miniszter és az állami gyógyszerügynökség vezetője ellen, mert a vádak szerint kezdettől fogva szándékosan elhallgatták és meghamisították a kísérleti Covid vakcinák káros mellékhatásairól szóló orvosi jelentéseket. Önök is ilyesmiket mondtak, hogy az oltás golyóálló mellény, meg akik beoltanak, az nem kaphatja el a betegséget. Aztán erről is kiderült, hogy nem igaz, de semmiféle felelősségre vonás, vagy a felelősségnek a vállalása ezért nem történt. De hasonlóan letették a fegyvert Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatban is, pedig néhány órával azelőtt, hogy a miniszterelnök ennek zöld utat engedett, még azt mondta, idézem, a magyar genetikailag nem érzékeli a nyomást, az bennünket nem befolyásol, majd miután Orbán Viktor ezt mondta, úgy tűnik, hogy mégis érzékelte a nyomást, és Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának zöld utat engedett, úgy, hogy előző nap még ebben az országgyűlésben az önök képviselői is azt sorolták, hogy ez milyen beláthatatlan károkat fog okozni Magyarországnak. De nem csak az Európai Unióba engedik be Ukrajnát, hanem a magyar adófizetők pénzét is önszántukból átutalják ennek a korrupt és magyar ellenes rezsimnek. 200 milliárd forintjába fog kerülni a magyar adófizetőknek az, hogy Orbán Viktor hozzájárult az 50 milliárd eurós támogatáshoz. Ezt akár gyermekvédelemre is költhették volna, ha így döntenek, de önök inkább az ukránoknak adják. Schiffer András szerint egyenesen a soros tervet hajtja végre Orbán Viktor akkor, amikor szervezetten és tudatosan telepíti be Magyarországra a vendégmunkásokat. Mert nem elszigetelt esetről van szó, amikor arról beszélünk, hogy magyar munkavállalókat kirúgnak a jellemzően multicégek, és a helyükre harmadik világbeli munkavállalókat vesznek fel. Ez történt többek között Balassagyarmaton, Makón, Gyöngyösön, Kecskeméten, Salgótarján, de a budapesti ételfutár cégeket is említhetném. És szimbolikus, vagy leginkább állatorvosi ló, hogy a Fidesz rendszerében a Bayer Zsolthoz köthető Nagy Magyarország parkban is indiai vendégmunkások vannak elszállásolva. És ők maguk mondják el a cáfolatát az önök hazugságának, hogy csak 2 évig maradhatnak itt. Ez nem igaz, tisztelt képviselőtársaim. 2 év után mindössze 2 hónapra költöznek haza, majd ismételten megkapják az engedélyt, így a végtelenségig Magyarországon élhetnek, dolgozhatnak, és a családjaik is idejöhetnek. Elmondásuk szerint természetesen eszük ágában sincsen hazamenni, tehát a lakosság csere az Magyarországon is megkezdődött, csak nem az illegális bevándorlás módján, hanem a legális bevándorlást bátorítják önök. És az önök gazdaságpolitikájának egyik zászlós hajója a Gödi akkumulátorgyár, amelyről kiderült, hogy 88 tonna mérgező, magzatkárosító oldószer volt a levegőben, illetve a rákkeltő nehéz fémek a megengedett mennyiségének sokszorosa volt kimutatható a gyárban. Mi erre az önök válasza, hogy 100 millió forintra emelik azt a bírságot, amit ki lehet szabni erre a gyárra. Csak tudják, hogy mi ennek a szépség hibája. Ennek a gyárnak az éves nettó árbevétele 1631 milliárd forint. Tehát ez éppen a 16 ezer szerese annak, amit önök majd bírságként kiszabnak erre a gyárra. Tudják, mit fog tenni ez a gyár? Körberöhögi az önök bírságát, és tovább fogja folytatni a környezetkárosító, az emberek egészségét megkárosító tevékenységét. A Mi Hazánk mozgalom nem kér ebből a szemléletből, a globalisták kiszolgálása helyett a magyar jövő építésének kellene elkezdődnie. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen, alelnök asszony. Alelnök asszonynak az imént elhangzott napi rendelőti felszólalására a kormány nevében Dömötör Csaba miniszterhelyettes úr válaszol. Parancsoljon, önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő asszony, több témát érintett. Szűk időkeretben igyekszem sorra venni őket. Először is a járvány a kapcsolatos felvetéseit. Azért arra lettem figyelmes, hogy amikor a járvány volt, ilyen vehemenciával nem merték megkérdőjelezni az oltásoknak a hatékonyságát, illetve a kijárási korlátozások jelentőségét. Azt szeretném önnek elmondani, hogy amikor a legélesebb volt a helyzet, akkor a kijárási korlátozások, illetve az oltások, azok életeket mentettek. Sajnálom, hogy megint felülnek arra a vonatra, amelyek abban az irányba úgy, hogy kétségbe vonják ezeknek a jelentőségét, és sajnos ezzel egy rendkívül felelőtlen közösséghez tartoznak. Azzal nem volt tisztában, hogy Olaszországban milyen eljárás van, azt tudom, hogy Magyarországon az oltások életeket mentettek. Ami az ukrán kérdést illeti, ennek több vonatkozása van. Amiben talán egyetértünk, hogy nem szeretnénk közelebb kerülni ehhez a háborúhoz, tehát akár mekkora rajtunk a nyomás, nem szeretnénk fegyvert küldeni. Az, ami a költségvetési vonatkozásokat illeti, komoly eredménynek tartom, hogy sikerült elérni, hogyha érkeznek uniós támogatások Ukrajnának, akkor legyen évenkénti vita arról, hogy ezt hogyan költik el. Mert az nem megy, hogy akár 7 éven keresztül mindenféle felülvizsgálat alapján pénzek érkezzenek, uniós adófizetői pénzek érkezzenek Ukrajnához, miközben egyébként föl sem lehet tenni a kérdés, hogy azokat vajon hogy költik el. Aztán ami az agrárvonatkozásokat illeti, ennek van két fontos alterülete. Az egyik az az, hogy megnyitották a piacokat, az uniós piacokat az ukrán gabona előtt. Ez lenyomta az árakat, és önnek sem kell részleteznem, hogy ez milyen következményekkel járt a kelet-európai piacokon, elsősorban a kelet-európai piacokon, úgy, hogy egyébként miközben azt mondták, hogy az éhező afrikaiaknak kell ezeket a szállítmányokat biztosítani, ezek a gabona szállítmányok végül Kelet-Európában ragadtak, rendkívül nehéz helyzetbe hozva a kelet-európai gazdákat, és ennek a következményei még Nyugat-Európában is érezhetőek voltak, nem véletlenül vonultak német gazdák tömegei rég nem látott létszámmal a berlini utcákra. Egy másik vonatkozása ennek a génmódosított élelmiszerek ügye. Egyrészt Brüsszelben elkezdték fellazítani a génmódosított élelmiszerekre vonatkozó szabályozást, aminek az is jelentősége, hogy az ukrán gabona jelentős része génmódosított. Mi erre nemet mondunk. A kormány álláspontja ezzel kapcsolatban világos, úgyhogy itt még tovább gyűrűző vitákra számíthatunk. Ami a vendégmunkások kérdését illeti. Értem én, hogy megpróbálnak úgy tenni, mintha nem szavaztunk volna a parlamentben egy szigorító törvényről, de attól még ez a helyzet. A vendégmunkásokra vonatkozóan Európában, Magyarországon van a legszigorúbb szabályozás. Csak engedéllyel lehet munkát vállalni. Kezdjük itt. Ez elejét veszi annak, hogy úgy összekeveredjenek a migrációs népvándorlási kérdések a külföldiek munkavállalásának kérdésével, ahogy azok összekeverednek például Nyugat-Európában. Tehát csak engedéllyel lehet munkát vállalni. Csak meghatározott időtartamra lehet munkát vállalni, és hogyha egy munkáltató nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor szigorú hatósági fellépésre számíthat. Van önöknek arról tudomása, hogy bárhol jogszabály sértés történt, akkor vessék fel, egy dologban biztos lehet, hogy a magyar hatóságok a legnagyobb eréllyel fognak ez ellen fellépni. És egy fontos alapelvre szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy csak is akkor lehet külföldi munkavállalót alkalmazni egy magyarországi vállalatnál, hogyha arra nem találtak magyar munkavállalót. Ez egy olyan alapelv, amit ön érdekes módon kihagyott a felszólalásából. Ami pedig a Gödi akkumulátorgyárat illeti, de a miniszterelnök tegnap arról adott tájékoztatást, ő is tájékoztatást adott arról, amit ön is nagyon jól tudhat, hogy a Gödi polgármester feljelentést tett az ügyben, mert vagy arról van szó, hogy környezetkárosítás történt, vagy arról, hogy rémhír terjesztéssel állunk szemben. Az nagyon nem mindegy, úgyhogy várjuk meg a vizsgálat végét. Azt azért sajnálom, hogy
Kialakult itt egy kórus, amely arról szólt, hogy magyarországi beruházásokat támadnak, például az akkumulátorgyárakat, jól érthetően külföldi elvárásoknak megfelelően, és úgy látszik, hogy önök ehhez a kórushoz csatlakoznak. Láttunk már olyan szélsőjobbról indult pártot, amely végül betagozódott a baloldalba, azt is láttuk, hogy mi lett ennek a következménye. Ne járják ezt az utat. Köszönöm, hogy meghallgatott.